Mivel most már csak bukovinai székely leszármazottak, unokák, dédunokák, ükunokák születnek, az ősöknek állítanak emléket a bátaszéki székely néptáncosok. A legkisebbek a dédunokák csoportban tanulják a táncokat. Szoktunk tapsolgatni, meg énekelni, és táncolni. Nekem az, hogy apukám székely, meg körülbelül úgy tetszik nekem a hagyományok, meg tanulok népismeretést, és abban is tetszenek a hagyományok, meg ilyen, meg ahogyan mostak, meg disznót vágtak, meg a papámnak van ilyen üstje, meg a mamám is székely, és a keresztapám is, mert ő volt a anyukájuk, szóval ez tetszik nekem a székelytáncba. A székelyek magukkal hozták népszokásaikat, hagyományaikat, népdalaikat, táncaikat. Ezeket az értékeket próbálják megőrizni és a jövő nemzedékének továbbadni bátaszéken. Én igazából sárközi származású vagyok, tehát én a sárközi táncokkal ismerkedtem meg először. Én 3 évesen már színpadon voltam és táncoltam. Aztán mindenfélébe belekóstoltam, a sváb táncon keresztül sok mindenbe, aztán végül is a férjem révén kötöttem itt ki a székely tánccsoportba. Teljesen más mindegyik, de úgy gondolom, hogy én amilyen tánccsoportokba táncoltam, mindegyiknek a hagyományőrzés a célja, tehát hogy azt a régi tánchagyományt tanuljuk és örökítsük tovább, ami az öregektől, a régiektől van, tehát ez mindegyik egységes. Amúgy teljesen más táncok és dalok és énekek vannak mindegyikben. Ők a székely dédunokák csoport. Alapvetően táncolunk velük, de énekelünk is, és mesét is mondunk. Próbáljuk a bukovinai hagyományoknak ezen részét átörökíteni a kicsiknek. A főzésekre is remélem, hogy fognak tudni jönni, mert van egy székely gasztrosorozatunk, amit most újraindítottunk, mert eddig nem volt hol megcsináljuk, így a pandémia miatt. Úgyhogy ez a 4 terület van igazából, ami a lényeg. Ma táncpróbánk van, úgyhogy ebből fogunk egy kis ízelítőt mutatni. 2 éve alakítottuk a kicsiknek a csoportját, viszont elég nagy kimaradás volt a vírus miatt, úgyhogy most egy jó fél éve van, hogy újra tudunk próbálni. 5 kisgyerekkel kezdtük, most pont ma összeszámoltam, 22-en vannak jelenleg. Ezt bármilyen korán el lehet kezdeni, meg kell találni a megfelelő feladatokat és táncokat, és nagyon jól lehet fejleszteni őket, ha már nagyon korán elkezdik a dolgot. Örülünk, hogyha a székely gyerekeket össze tudjuk vadászni még, de nyilván bárki jöhet, ővelük is próbáljuk egy kicsit megismertetni a székely dolgokat, hogy mégis mi ez a dolog, hogy kerültek ide az ősök, de igazából én se vagyok székely származású, úgyhogy ez nem kizárók. Kodály Zoltán az 1910-es években gyűjtött népzenét Bukovinában, a székelyek tánckultúrájának részletes kutatására pedig csak hazatelepítésük után került sor. Tánckincsük a régi székely és az újabb magyar mellett a bukovinai környezetben átvett táncokat is tartalmazza.